én téli kabátban vagyok, és mégis fázom. Akkor hogy te abban az egy szál csinos trikóban nem fázol? Nem, 133-an vannak bejelentve ebbe a három lakásba, ebbe az egy ház. Nem egy ház, ez a... 80 ember. És tényleg 70-80 ember. És abban mennyi a gyerek? Többség a gyerek? 30. De sok, nagyon sok gyerek van. 30-30 gyerek van, aki óvodás iskolában, még aki még... Hány gyerek lakik itt összesen ebben a házban? Ó, hát nem tudnám elmondani, mindjárt vannak. Meg se tudja számolni őket. Annyian vannak, hát nem igaz. Patkányok vannak egyébként? Elhívzik patkányok. Tessék? Itt a nádas, az így. A nádas miatt vannak a patkányok. És bemennek a lakásba is? Megesik. Sok baja van? Hát, van. TBC-n vannak. És TBC-sen él itt a kicsi gyerekek között? Hát persze. És a védőnő, gyerekorvos tudnak arról, hogy ön TBC-s és itt él a kicsi gyerekek között? Nem tudja. Vagyunk itt most Jászberény külső határában, itt a Munkás utcában, hogy megnézzük, hogy az a nyugodtan mondhatjuk gettósodott cigánytelep, amelyet sok évtizede tűrt itt Jászberény város, mindenkori városvezetése, és amelyet a helyi jobbikosok tártak fel, vajon milyen sorsot élt meg azután, hogy Morvai Krisztina lejárt Almási Lajossal, és elkészítették azt a tudósítást, ami aztán közel 200 000 kattintást ért meg a világhálón, és hát erőtes hatósági fellépést is szorgalmazott utána a városvezetésnél. Itt 180 négyzetméteres önkormányzati bérlakás volt található tavaly augusztusig, amikor is egy hirtelen ötlettől vezérelve Jászberényi városa lebontatta, és kiköltöztette az itt lévő közel 80-90 cigány lakost. Nos, hát azóta érdekes dolgok történtek, meglepő módon bontották el ezeket az ingatlanokat, elég szabálytalan, sőt törvénytelen módon. Az itt lakókat hát elég kutya módon egyik felé Tarnaörsre paterolták, ott vettek nekik közpénzből egyébként egy ingatlant, egy olyan ingatlant, ami aztán életveszélyes lett nyilvánítva, és le is bontották, azóta visszajöttek. Mind a három. Hát nem ide, hanem akkor hol? A városba? A Neszűrben vannak, aha. Ez itt a külterületi rész. Jászberényben, oda is ellátogatunk és meglátogatjuk őket. Kérdés, a többi területen vajon megadták-e a hatóságok azt az emberi szakmai hozzájárulást, hogy a civilizált emberi életre alkalmassá váljanak, akik itt éltek egy ilyen nyugodtan mondhatjuk csapda helyzetben, gettó helyzetben. A gyermekek elvételével kapcsolatban, amit említettél meg, ez nagyon fontos dolog, hogy ez nem egy gonosz dolog, ugye, amit tesz az állam, hogy elrabolja a gyermeket ugye a szülőktől, hanem ez egy olyan gyermekvédelmi intézkedés, a gyermekvédelmi törvény szerint, aminek az a célja, hogy ha és amennyiben a szülők többszöri figyelmeztetés és fokozatosság elve alapján nem adják meg a gyermekek számára azt a nevelésbeli törődést, gondoskodást, erkölcsi, testi, szellemi fejlődésükhez szükséges odafigyelést, akkor egyszerűen nem veszélyeztetik egy bizonyos pontnál tovább a gyermekek életét, és ezért van szükség egy ilyen drasztikus intézkedésre. Ez már nagyon a végső eszköz, de az érpataki modell, amelynek szellemében ti is dolgoztok itt, ugye, azt mutatja, hogy igenis az államnak ezeket az eszközeit igénybe kell venni, és fel kell lépni ezeket az eszközökkel időközönként, hogy a rend útjára és az együttélés szabályra kényszerítse azokat, akik ezt nem akarják megtenni. Esetleg annyit még ez hozzáfűznék, hogy nagyon sokan örültek ennek, hogy itt ilyen pozitív változások történtek, azonban pontosan amit a képviselő úr is mondott, hogy megnézzük, hogy milyen helyre kerültek és milyen körülmények közé. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy Munkás utca helyett Jászberényben 3 Munkás utca lett. És itt a nagy baj, hogy elengedték a kezüket, és nem figyeltek arra oda, hogy valójában mi hozott volna változást az ő életükbe és a város életébe is. Érdeklődöm, hogy az önök életére milyen hatást gyakorolt ez a közösség, amikor itt éltek, és most, amikor már tavaly nyáron ugye elbontották az épületet, ez milyen, hogy fogadták önök ezt a... Hát sokkal nagyobb nyugalomban. Tehát itt ami volt ugye itt a telepen, azért azt ismerjük itt a kisebbségeknek a szokásait, hogy mikor ugye megkapták a segélyt, nyugdíjat, akkor ugye itt azt szólt a zene érfélig, stb. Stb. Itt az utcán jött-ment a banda állandóan, tehát azóta sokkal nagyobb a nyugalom. Plusz ugye az ingatlanok értéke is, mert például a szomszédom házát nem tudta eladni 10 évig. Tehát az ingatlanok értéke is, az is teljesen más. Érzékelhetően ez most piac képesebbé vált. Hát hogyne, persze. Tehát, szemetelés, meg égetés, ilyesmi, akkor az is volt annak idején? Hát aztán ami vele jár. Most egy 60-70 fő is, vagy nem tudom hányan voltak, vagy 80, mindenki mond mindent. Egy olyan kisebbség, egy cigány telepen, ott aztán van minden. Hát köszönjük szépen, akkor ennyi lett volna, és megnézzük, hogy ők hova kerültek most. Viszlát! Minden jó, viszlát! Napot, viszlátásra! Jászberény külterületén, a Neszűr 3-as, 4-es dűlőben vagyunk. A Munkás utcai cigány családok egyike lett ide kiköltöztetve, és őket gondoltuk, hogy meglátogatjuk, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, milyen jogcímen és egyébként is. Nem zavarunk? Jó napot kívánok! Nem zavarunk? Közelebb jövünk, jó? De mutatom képviselő urat. Üdvözlöm, tiszteltem, Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő vagyok. Üdvözlöm, Csaba. Azt szeretném megkérdezni, hogy nemrégiben, ugye tavaly nyáron történt az, hogy a Munkás utcában laktak ott a Jászberény külső részén, ott azokban a nagyon rossz épületekben, és ugye több törekvés volt arra, hogy a rendezett életet találjanak, tehát hogy ne legyen különböző élethelyzete azoknak, akik mindannyian emberek. Igen. És azt szeretném megkérdezni, önök akkor ott éltek korábban? Igen, persze, régóta ott voltunk már, nem tudom hány éve, hogy ott voltunk, most 30 éve, hogy ott voltunk, ott laktunk. Ez az önkormányzat, hogy kaptunk 2,5 milliót, támogatás, ilyétül, mondja már honnan, nem tudom kimondani, hogy honnan kaptunk. Melyiket mondtad? Az önkormányzat 2,5 milliót. A lelépés idő. Igen, és azt becsaptak azzal is, hogy vettek egy rossz házat a Tarnaörsön, és a gyerekek is azt vesélytette, és így a gyerekek nincsenek köztünk se. Most akkor azt lenne kedves elmondani, tehát akkor önök ott laktak a Munkás utcában. Igen, persze. Hány család lakott ott? Hát 3 család lakott ott. Önöknek hány gyermekük van? Nekem 7 van. 7, igen. És akkor az önkormányzat azt közölte önökkel, hogy el kell költözni. Igen, persze. De nem volt emberhez, oda. De emberhez méltatlan volt azért, hogy ott éltek, ugye? Igen, persze. Mert nem is foglalkoztak velünk. Nem foglalkoztak önökkel? Nem. Bementünk olyan rosszul, igazában kigyavartak bennünket. Amúgy ki lehet menni, nem foglalkoztak velünk. És akkor hogy kerültek ide akkor? Hát ki van az véletben? Kigyüttek a Tarnaörsű önkormányzat, rendőrségvel oda is kigyüttek. Tarnaörsre költöztették. Igen, persze. Ott voltunk. Volt egy lakás, igaz, ott is az is rossz volt, már egyik házból átváltani a másik szobában, ilyen lakunk volt abban is. És úgy kibasztak, meg sem mutatták azt a lakást, hogy milyen a Tarnaörsű ház, csak megvették a házat. Ne dumáljál már, te menj te! Miért nem volt jó a Tarnaörsű ház? Miért nem volt jó? Onnent is eltítottak, nem tudom miért, de valami elküldtek onnent is. minden rendben volt? Tehát a szomszédokkal jól kijöttek? Tehát, hát persze, a cigányok közt voltunk ott is. Ott nem is voltak a cigányok. Akkor miért kellett elmenni? Nem tudom, az önkormányzat tudja, ott a Tarnaörs önkormányzat, hogy miért jöttek oda a rendőrséggel. Hogy az életveszélyessé nyilvánították, mert az ölelkedések voltak azon a házon. Már 10 évvel lattatlan volt az a lakás. Igen, már 10 évvel lattatlan volt az a lakás, és azért nem tudták aladni másra, csak már ők vették meg a önkormányzat itt, nekünk. Aha. De oda önök bérlőként kerültek? Vagy? Igen, persze. Úgy nekem megvették, már azt mondták, hogy onnent elkerülünk a Munkás utcába, akkor az már saját házam lenne, a Tarnaörs ház. Értem. És akkor hogy kerültek ide, és a gyerekek meg hogy kerültek el önöktől? Hát úgy, hogy ez kicsi az a ház, én albéletben vagyok itt. Nem is ezbédet veszítették el a családját. Hát azt mondom. Hogy őket ide, végül is ide szorultak, hogy segítségedben, hogy rakják ezt a házat el. Értem. Albéletben. És kitől veszitek ezt a albéletben? Ki ez a ház? Melyikőtök? Valami rokona, ugye? Igen, persze. És azért kerültek a gyerekek. És hol vannak a gyerekek most? Kaszakon vannak a nevelőszülőnök, 4 kicsi, a 3 gyerek kisúszálláson, lakásottomban. Értem, és önöknek van munkájuk? Tudnak hát én nem, és le vagyok 100%-os, véglegesen nekem betegségeim van sajnos. És a többiek a családban? Hát azt most megy, igen, dolgoznak, kijön a tavasz, már márciusban, mit tudom, hogy jó idők lesznek, akkor lesz ilyen közmunka, arra akar menni az aszton dolgozni, és akkor abból élünk még, amit én kapok lőverdelmet. Ezeket akartam menni. Kinek? A polgármester úr azt mondja. A polgármester úr akkor... Nem fogad, hiába, nem fogad. Tudja mit ad? Ha be is megyünk segély, 2000 forintnál többet nem ad. Segély. Mi a polgármester lesz? A többieknek sincs nagyon munkája itt erre felé? Én azt nem tudom, kézzetek a többi szemtondékat, én nem úgy ismerem őket, én nem olyan rég költöztem ide. Amikor már augusztusban elköltöztünk a Munkás utcába, a Tarnaörsre, másnap már 8-án jöttünk ide-vissza. Értem, annyira életveszélyes volt ez a... Igen. Hát akkor ez nem volt egy megnyugtató megoldás kétségkívül. De akkor önök szerint mi lenne a jó megoldás? Tehát adjanak önöknek... Az volna jó, hogy szeretném visszakapni a gyerekeket, hogy segítenének valamiben, hogy lenne normális lakásom, hogy a gyerekek visszagyűjjenek a lakásba. Mekkorák a gyerekek így? Hát nagyobb fiam, 16 éves, a nagyobb lányom 14 éves, több még 13-12, még van egy kisebbik lányom, tartós beteg, aszmás, az még 5 éves. És milyen gyakran találkoznak, vagy itt milyen? Hát persze, menjünk most is, 13-án menjünk hozzájuk látogatni, Karszagra, ott vannak kiadva, nevelőszülőknél, 13-án most menjünk be, február 13-án látogatni hozzájuk, most is voltunk náluk, tegnap jöttünk vissza, minden nap még telefonálgatunk. De mi lenne megnyugtató megoldás? Mert nyilván egy csomó adófizető ember meg azt mondja, hogy mindenki próbálja meg az életét valahogy úgy megoldani, ahogy a lehetőségei telik. Ön mit gondol, hogy mi lenne a legjobb? Tehát mi a... Nekem az volna jó, hogy lakásmat, az is meg lehetne oldani, az, hogy segítenének valamennyibe. Ha nem is, én visszatéríteném, nekem ha vennének házat, én 40 000-re kapom a pénzt, a tanár önkormányzattól, 40 000 forintot, még puszta a folyatékossági 22 000, én visszafizetném azt, ha ő támogatna. Még a 40 000, meg a bátyám is. Ha nincs állandó munka, akkor nehéz. Még az asztal is elmegy dolgozó, hogy mondtam. Vállalná, akkor... Persze, vállalná. Meg is a fiatalok is most már előbb a munkaira. Hát én minden vagyok szállakó. Vállalnám, persze, hogy kapnák lakásban valamit, ott biztos fizetni. Azt is mondjátok el, hogy akkor mekkora összegű lerépési díjat kaptatok a várostól? 100 000-et, megmondom őszintén. Tehát papíron 2,4 millió forint. Igen. 100 000 forintot kaptak készbe. Azért, hogy eljöttek? Hogy eljöttek, mert nem tudtak ugye csereingatlan biztosítani. Tehát volt egy rendeletmódosítás, egyébként mondom, nagyon sok csavar van a történetben, a költözés előtt én már sejtettem, hogy ezért. Csak amennyiben az önkormányzat nem tud csereingatlan biztosítani. Igen, lényeg volt. Kicsit oda a Munkás utcában is. Hát mi sokat jártunk oda. Igen, persze. És őket mondták le, hogy milyenek a jobbosok. Ők csinálják mindent, hogy el akarják ütetni a gyerekeket. És akkor a jobbikosok ügyei nem tettek rosszat. Nem. Ha segítenének, ha megkérdenem magukat, ha lehetne, akkor alánánk dolgozni, akkor úgy vissza tudnánk fizetni, ha kapnánk egy valamilyen házat, mit tudom én. Az a házam szobát, mert fújni a szoba. gyerekeket visszakapnánk. És akkor azt tudnák vállalni, mert az volt a gond ugye több családnál, hogy olyan körülmények voltak, hogy a gyerekek számára egészségükre is veszélyes volt, és nem volt megfelelő, és ezért kellett ugye őket. Azt nem jól mondták, azt nem jól mondták. Azt nem mondták. Tapasztalati tény volt. Nem, elnézést kérek, azt nem jól mondták. Éltek, függöttek, mindjárt. Nem. És ilyen tartós betegsége van itt valakinek? Hát én vagyok az, még a bátyám is. Önnek is valamilyen? Igen. Ő tüdőbeteg. Igen, mert ugye az tényleg ráadásul a gyerekekre nézve nyilván ez nem jó, hogyha együtt közelükben tartózkodik. Tehát a ütközség nem lehet eldoblazni. Persze, nyilvánvaló. Tehát usztákra nem lehet hajléktalan, még mit tudom, mert mit olyan, hogy hajléktalan szálló volna, azt akkor beengednék oda éti. Itt nincs oda. Ezt most az önkormányzat tulajdon, ez az épület? Nem, hát van egy gazdája. Lokonyé. És a rokonat befogadta. Igen, persze, megsajnálták minket, amikor elkért, azt telefonáltunk nekik, hogy jöjjenek már, értünk, mert Tarnaörsi önkormányzat onnent is elküldtek. Bizony. A Tarnaörsi házat, azt is kicsit a jelző, azt mondta, ha nem adom el neki, azt akkor nekem megsik, amit élik, bontják a házat, több millióba kerül, ott a Tarnaörsi. Akkor nekem kellett volna kifizetni. Bizony. Nem karolják fel az önök ügyét a saját önkormányzatát? Igen. Képviselői? Igen. Miért nem kérik számon rajtuk ezt nincs? Nem tudom, azt mondták, hogy... Azért viselnek ilyen tisztséget, hogy gondoskodjanak ezekről a ügyekről. Igen, de bemennek, a klasszkamaragyázba adtak már le. Hogy mondja mindenki a saját véleményét szerintem? De így lenni benne a tévében. Jó, valaki mi... Nézzünk be akkor, beszabad egy pillanatra nézni, hogy... Semmit sem. Innen a szoba. Aha. Hát tényleg elég szűk. Hány hát alapnak most itt így? Most én vagyok meg az asztal, meg a sóvodni. Aha. Világos. Hát igen, azért mondjuk viszonylag jó meleg van itt a kályhától. Mondom, hát én ott vagyok a második épületben. De tényleg hát nem lehet azt mondani, hogy túlzottan jó körülmények lennének. Tudom, hogy... A Munkás utcában ott milyen volt ehhez képest? Hát az jó volt, az nagy szoba volt, igazon nagy szoba volt. Ott elfértünk mindjárt, ott nem köttek bele semmibe, akkor családsegítők jártak, mindig azt mondták, le a kalapot, tisztaságon, mindig azt tanáltak. De a szomszédok meg azért ott panaszkodtak, hogy azért, volt azért zaj, volt... Nem igaz. Csak azért mondták, hogy... Segélyosztás volt, akkor ilyen nagy dajdajozás volt. Nem igaz, csak azért mondták azt maguknak, hogy gyűjjünk el onnan, már untank minket. De miért önök akkor az lett volna a legjobb, hogy ott maradni? Persze, én szerettem volna még további is ott lakni. Hát reménykedünk benne minden esetről, hogy sikerül akkor a családnak valahogy megtalálni a vezető utat. Igen. És akkor ez ugye a munka. Igen, ha jó volna segítenének a munkába is, még azt mondtam is, hogy a lakás. Hát egy picit nagyobb lakásnak egy önkormányzati lakás. És úgy érzi, hogy tudnák ezt felelősen fizetni a lakbért. Igen, persze, igen, honnan tudnám. Gyerekekről is tudnának gondoskodni. Persze, igen, tudnám. Egyik is tudtunk gondoskodni a gyerekekről. Minden nap meg volt nekik az ebéd, a vacsora, a reggeli, fűrés. Hát akkor reménykedjünk benne, hogy sikerül akkor rendezni az ügyet. Mindenesetre az biztos, hogy ott a környékben lakók, megmondom, most éppen jártunk ott a Munkás utcában, és azt mondták, hogy azért ők nekik most így jobb, mert gyakorlatilag az ingatlanak értéke is azt mondja, tudja, mit mondok? Azok ne tessék így mondani, akik a Munkás utcában laknak, szomszédok, a cigány gyűlölők voltak azok is. Hát nem láttunk rajtuk semmi gyűlöletet, hanem csak egyszerűen... De van olyan, higgye nekem, van olyan. A cigánygyűlölő. És rendőr is van olyan, aki ér rám a szokott, a cigánygyűlölő. Hányszor megyek be a... Milyenek azok a cigánygyűlölők? Hát a magyarban az, hogy utálja a cigány, haragszik rá. De miért? Csak azért önmagáért, mert cigány, vagy azért, mert tapasztal tőle olyanokat, ami nem tetszik neki, mondjuk. Hogy nem tetszik neki, a szemetelés, nem tetszik a hangoskodás. Nem az hangoskodás, a szemetelés. Az, hogy nem tetszik, hogy én barna vagyok, én még fehér, azt akkor... Mindet fenn kell tartani, tehát ugye itt az van, hogy nem lehet válogatni a tekintetben, hogy ki milyen bőrszínű. Pont az a lényeg, hogy mindenkire vonatkoznak a jogszabályok, mindenkinek be kell tartani a jogszabályokat. Ez a bizonyos lelépési pénzre térjünk már egy pillanatra vissza, mert ezek szerint papíron kaptak önök egy ilyen megváltási összeget, mert nem tudtak cserelakást adni, ugye? Igen? De akkor ténylegesen meg nem kapták meg ezt a... Nem kaptam meg a 2,5 milliót, amivel támogattak. Igen. Ők vettek meg a Tarnaörs házat 1,4 millió. A Munkás utcából lemondtak a Labbébe 400 valamennyit, még nekem adtak 100 000-re lelépés díjt, hogy onnan elmentem a Munkás utcából. Aha. És akkor ez valahogy akkor ez valamennyi pénz eltűnt itt. Igen. Akkor sem nem került annyiba. Mert akkor az újrakezdést akkor viszont tudták volna pont ebből. Igen, persze. De tudtak volna egy... Igen. Én mondtam is, hogy az önkormányzatnak bent, hogy adják ide a pénzt, én tudok a Neszűbe, mindegy, hogy milyen ház, bízzák rám, azt meg fogom venni. Azt mondták, hogy itt nem lehet venni, majd megveszik. Hát akkor ennek viszont után kell nézni, ezt mindenképpen a orvosnak is megmondjuk. Szeretném is utána néznének, nagyon ára volnék. Írásban is tettek panaszt ez ügyben? Vagy nem, én nem tudok írni sajnos. Ja, értem. Aha. Úgy volt, hogy már persze mentünk volna fel, csak én nem tudom a járatot se. Ja, értem. Mert nem vagyok amúgy beszámítható. Oda akartunk volna felmenni, hát nézekeni, na mi van? Egyébként a leszígenítel balznak. Minek? Akkor menjél már ki! Jó, menjél ki! Gond, hát tényleg itt. Nem is zavarnak. Hát így belállni a tévében, így mutatnak. Jó van el! Hát te nem szígesz semmit. Én annyiban megkérem magukkal, ha lehetne, ha tudnának segíteni valamiben, akkor én nagyon meghálálnám maguknak, ahogy mondtam is, akkor ellállnánk dolgozni is. De rendes munkahelyre is, bárhová. Ez nagyon fontos, hogy megvan ez az akarat önökben, hogy akkor tényleg se lábra álljanak, tehát ne csak várják a... Nem várom, mondom, el is viszem magukat, hogy mondom, akarom megvenni egy-kettőben a házat. Miért? Kérjünk étel, itt van a sok étel, lászák. Na, jó kis. Mi volt ez tényleg ilyen? Igen. Egész ilyen spagetti. Igen. Hát köszönjük akkor, hogy megmutatták itt a tartalást. Egyik megye sem fogadta őket, ugye a Munkás utcaiakról van itt szó, nem fogadta. És akkor ezt így a közjegyzők egymástól kijátszották, hogy nem tudták, hogy ők fognak oda költözni ebben a házba. És mikor ők oda költöztek, ugye akkor ezt a közjegyzővel, ugye bejelentés alapján ezt megtudta a közjegyző, meg a polgármesteri, ottani polgármester, hogy ők, hogy a Munkás utcára költöztek oda. Igen. És egyből kimentek, meg fenyegették először őket, hogy el fogják vinni a gyerekeket, hogyha nem költöznek onnan el. Így is elvitték tőlük, hogy elköltöztek. És ők el is költöztek ők félelmükbe, mert életveszélyesnek nyilvánították azt a házat. De hogyha életveszélyesnek, akkor mi vették meg? Hát ez az. Igen, ezek jogos kérdések, ezeket kell majd földeríteni tényleg. Hogy akkor mi vették meg? Az, hogy tényleg tiszta vizet öntsünk a pohárba. És azt mondták, hogy megfelelő az a lakás. Jó szobás, azt mondta. Nem tudom, mi van. És őket nem hagyták ott, egy hétig nem hagyták ott, mert már rá vagy 2-3 napra. Másnap már jöttünk ide 8-án. Már mentek, hogy költözzenek el, azonnal költözzenek el. Hát igen, költözködtünk oda, 8-án már jöttünk vissza. Személyként kezelték őket, ha jól. Hát igen, végül én ezt nem tudom, mert ezt én is csak így hallottam, nem voltam ott, én csak hallottam ezt, de nagyon sok ember mondta, hogy meg ottan őrsiekkel is beszéltem, mert van egy pár ismerősem, ők ugye ezt mondták, hogy őket felszólították, hogy azonnal költözzenek ki, mert ha nem, ő rájuk bontsák a házat. Hát mert ez életveszélyesnek van, ezt le kell bontani. Igen. És ez nem alkalmas gyereknevelésre. Hát ez se alkalmas. Hát ez abszolút nem. Tényleg rendes hozzánk, nagyon rendes. Az biztos, én tisztelem, becsülem, bármikor, hogy én fogadom, de más ide ne gyűjjön. Jó van, mi azért jöttünk, ugye? Igen, persze. Köszönjük szépen. Akkor megmutattam volna. Jó, igen. Jó van, rendben Csaba, akkor minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Viszlátásra, jó egészséget.